aratják a búzát. A várakozások szerint a termés hozam eléri a 2 évvel ezelőtti rekordot a vármegyében. Uti patika, ha nyaralni utazunk, ne feledkezzünk meg a szükséges gyógyszerekről sem. 7 érem, 4 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a 128. atlétikai magyar bajnokságon. Akár a 2 évvel ezelőtti rekordot is meghaladhatja idén a búza termés hozama Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az aratás a napokban kezdődött meg, az eddigi tapasztalatok pedig azt mutatják, mennyiségében és minőségében is kiváló a betakarított búza. Gondolt egyedül a piaci helyzet jelent, az ukrán gabona letörte az árakat, a gazdák változásban bíznak. Egyszerre több kombájn is dolgozik a 38-as főút mentén lévő búza földönnyírtelek közelében. Itt a hét elején már nem okozott gondot a nedves talaj, így meg tudták kezdeni a búza betakarítását. Az eddigi tapasztalatok alapján átlag feletti a terméshozam, és a termény minősége is kielégítő. Ez főleg annak köszönhető, hogy a tavalyi évvel ellentétben rendszeresen és éppen elég mennyiségű csapadékot kapott a fejlődő növény az előző hónapokban. Tavaly gyakorlatilag bő 50% termést takarítottunk a nagyaszály miatt. Jelenleg nagyon jó termés mutatkozik. Azt kell, hogy elmondjam, hogy kezdve az őszi betéstől egészen napjainkig a búza optimális időt kapott, tehát össze volt megfelelő csapadék, vetéskor jó talajmunka sikerült, tehát jó minőségben jó fajtákat elvetni. Tavasszal is a szükséges csapadékot megkapta a búza, nem szorult meg, és úgy néz ki, hogy hát itt is valóban, vagy valószínű, hogy rekordot fogunk betakarítani. Pásztor András hozzátette, a legjobb táptalajú területeken hektáronként a 8 tonnát is meghaladja a terméshozam, az átlag pedig 6 és 7 tonna között alakulhat a társaság kezelésében lévő földeken. Most már úgy látszik, hogy a korábban elfoglalt raktárak sem jelentenek gondot, lesz hol tárolni a betakarított terményt, annak ára viszont még erősen kérdéses. A gazdák abban reménykednek, hogy a világpiaci helyzet rövidesen változik, így a jelenleginél lényegesen jobb áron értékesíthetik a búzát. Egy nagy termés esetén is, hogyha nagyon alacsonyak az árak, ugye akkor az önköltség, hát lényegében mi úgy kalkulálunk, hogy ez a 6,5-7 tonna átlag, az gyakorlatilag egy nullát fog okozni. Ennek oka ugye igen magas input árak, elsősorban a műtrágya, vegyszerek, minden egyéb költségek, alkatrészek, stb. Tehát én úgy gondolom, ez már maga jó eredménynek számít. Csak ehhez még egy kell, hogy vevő kell. Hát jelenleg a vevők nem tolonganak. Bízunk benne, hogy ha ugye az összeadatás lezajlik, a világpiacon is felmérik a helyzetet, és én bízom benne, hogy javulni fognak az árak, és hát mi szeretnénk egy 7-8 ezer forintos árat legalább elérni, én úgy gondolom, hogy az lenne tisztességes. Tavaly egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 22 ezer hektáron takarítottak be búzát, az átlag termés pedig mindössze 3 tonna volt egy hektáron. Idén a 2 évvel ezelőtti 6 tonna körüli hektáronkénti terméshozamot jósolják a szakemberek. Ha nyaralni utazunk, ne feledkezzünk meg a szükséges gyógyszerekről sem. Naptej, septapasz, fájdalomcsillapító, allergia elleni gyógyszer. Többek között ezeket érdemes bekészíteni, az úti patikába is magunkkal vinni. Arra is érdemes figyelni, hogy külföldön általában nehezebben és drágábban lehet beszerezni a szükséges termékeket. Külön polcot kaptak az egyik nyíregyházi gyógyszertárban azok a szezonális termékek, amikre mindenkinek szüksége lehet nyáron. Ezeket nem csak otthon érdemes tartani, de fontos, hogy akár be, akár külföldi utazáshoz megfelelő úti patikát állítsunk össze. Ennek legfontosabb elemei azok a gyógyszerek, amelyeket folyamatosan szed az utazó. Legyen az vérnyomás csökkentő, allergia elleni gyógyszer, vagy például a cukorbetegeknek inzulin. Ezeket külföldön különösen nehéz lehet beszerezni, áruk pedig többszöröse az itthon megszokottnak. Ezek után jöhetnek a szezonális termékek. Mivel nyáról van szó, fontos, hogy a megfelelő fényvédelemről gondoskodjunk, hiszen nem csak a leégés jelenthet problémát,
hanem a különböző szövődmények, különböző megbetegedések, amiket okozhat a túlzott napsugárzás, és itt ilyenkor a megelőzés az fontosabb, mint hogy később próbáljuk a problémát orvosolni. Fontos lehet, hogy külföldi utazásnál, amikor hasfogót vigyünk magunkkal, hiszen az új klíma, a különböző ételek hasmenéses megbetegedést okozhatnak. Itt érdemes a hagyományos széntablettát is magunkkal vinni, illetve loperamid tartalmú készítményeket. Az allergia és különböző csípések miatt jó, ha van a táskában antihisztamin, amivel a viszketést is lehet csillapítani. A paracetamol készítmények láz- és fájdalomcsillapításra hivatottak, és kíméletesek a gyomorral. Külön érdemes felkészülni a repülőutakra is. Ilyenkor érdemes lehet a házi orvossal konzultálni, hiszen egy hosszabb repülőútnál az ilyen trombózis kialakulása az megemelkedhet. Tehát, hogyha valaki hajlamos, akár megelőzésképpen ilyen kismorsúlyú heparint injekcióba be lehet adni, ez különösen tényleg a több órás útnál lehet érdekes, illetve valamilyen egyéb vérhigítóval meg lehet próbálni orvosolni a folyamatos ülés által kiváltott rizikót. Ügyeljünk arra, hogy úti patikánk minél szárazabb, hűvösebb, fénytől védett és gyermekektől jól elzárt helyen legyen. És ne hanyagoljuk el a betegség és baleset biztosítás sem, amely komoly segítséget nyújthat nagyobb baj esetén. Július 12-ig kell véglegesíteni a felvételi jelentkezést azoknak, akik beszeretnének kerülni valamelyik felsőoktatási képzésre. Alapszabály, hogy sorrend módosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet mozgatni, nem lehet új képzést megjelölni, vagy meglévő jelentkezési helynél intézmény szakot változtatni. Egyetlen egy kivétel van, ha egy már meglévő jelentkezési hely finanszírozási párját szeretné valaki felvenni, azaz, ha a jelentkezéskor csak az állami ösztöndíjas formát jelölte meg, akkor lehetőség van a költségtérítéses párját is hozzáadni. Ilyenkor előfordulhat, hogy nincs szükség külön sorrendmódosító kérelemre, mert a finanszírozási pár hozzáadásakor annak a helyét is meg lehet adni. Újjá alakult a nyírpazonyi népdalkör, a korábban hazai és nemzetközi sikereket is elérő társulat több mint 10 év szünet után lépett ismét színpadra. Céljuk, hogy tovább gyűjtsék a régi népdalokat, és a fiatalabb generációt is szeretnék bevonni a hagyományőrző munkába. Egy azon nyírpazonyi népdalokból, amelyeket a korábban nemzetközi sikereket is elért, Ivancsó Dénes alapította népdalkör gyűjtött. 10 évvel a II. Világháború befejezése után a sebek már begyógyultak, a hadifoglyok zöme már hazatért, az embereknek újra kedve lett közösségekbe járni. Így a kórus 2009-ig működött aktívan, majd egy kis pihenés után 2023. áprilisában újra megalakult. Én szeretem a kihívásokat. Sőt, vártam is arra, hogy valami mozduljon már meg körülöttem. Én itt élek, Nyírpazonyban itt születtem tulajdonképpen. A kultúráért mindig igyekeztem is tenni, amit el is ismertek, köszönöm szépen ezúttal is. És kerestem is a lehetőséget, hogy valami kell még az életembe, hogy én ezért a településért tehessek. Én megmondom őszintén, nekem sincs lehetetlen. Hála Istennek olyan családom van, aki engem támogat ebbe. Sőt, szakmailag is támogatnak, mert én zenészek a gyerekeim, úgyhogy belefogtunk a munkába, és hajrá, megyünk tovább. Sok tag már gyerekként részt vett az ős népdalkörben szülei, nagyszülei mellett. Az akkor kislányok, ma már nagymamák, és igyekeznek az unokáknak átadni a hagyomány tiszteletet, és bevonni a kislányokat az őrzésnek ebbe a formájába. A legnagyobb célunk most, hogy újra alakultunk, hogy kicsiket is bevonni. Nekem van 2 unokám, akik most is itt vannak, és mondták, hogy mama, akkor hova megyünk? És mondtam nekik, hogy igenis, szeretném, hogyha majd ti is ezt nézzétek meg, hogy fogjuk énekelni ezeket a népdal csokrokat, és megtanulnátok, és ugyanígy, ha nem is úgy, de egy kicsit úgy, néha-néha úgy belekóstolgatva, hogy részt vennétek ilyen kis hát ebbe az egész életbe.
A gyerekeknek csütörtökönként van lehetőségük belesni a háttérmunkába, ilyenkor próbál a népdalkör. Hatalmas jókedvel és tenni akarással jönnek az asszonyok. Minden alkalommal készülünk valamire, valamilyen hagyományos étellel, akár gyümölcsel, levendulaszörppel, kinek mi van otthon, málna, eper, egyebek. Tehát úgy készülünk, mintha egy baráti társaság lenne ez az egész. Nem tapasztalok semmi olyat, ami negatív lenne, csak azt, hogy ezekbe a ruhákba teljesen más emberek leszünk. Tehát ha felveszem ezt a ruhát, ez tekintélyt parancsol. A most még kis létszámú csoport már több helyi rendezvényen megmutatta magát. Legutóbb Szlovákiában, Nagygéresen, a testvértelepülésen képviselték Nyírpazonyt. 17. alkalommal szerveztek színjátszótábort Máriapócson, ahol a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei és a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói is vezettek csoportot. A tábor a fiatalokat 10 éves kortól egészen 19 éves korukig fogadta. Idén júliusban immáron 17 éve vált a Dudás Miklós görögkatolikus két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola egy nagyon különleges alkotóműhelyé. Egy élőzenés jógaórát látunk, ami már önmagában hordoz valamiféle nagyon bensőséges hangulatot. A tábori rend az elmúlt 17 évben nemigen változott. A gyerekek nagy része visszatérő táborozó. A 17 év alatt kikristályosodott úgy ez a tábor, hogy nagyon nem kellett változtatni, mert a rendszer szerintem arra, hogy szakmai táborként működjön, arra tökéletesen épült fel. Délelőtt órák vannak, színészmesterség, beszédtechnika, énekhangképzés, színpadi mozgás, ezeket mindet szakemberek vezetik, tehát úgy forognak a gyerekek, rotációban mennek egyik teremről a másikra, és dolgoznak 50 perces tanórákkal tulajdonképpen. A tábort a fiatalok maguk között csak munkatáborként emlegetik, mégis elmondásuk szerint azért dolgoznak keményen évközben, hogy a szüleik elengedjék őket Máriapócsra. Nagy Idai Gergő 16 éve része a tábor életének, és azt mondja, mindig bebizonyosodik, hogy megéri a fáradozás, és a gyerekek a bemutató után életre szóló élményekkel térnek haza. Irtózatos tempót veszünk, az azért tény. A tábor rendjének nem tudunk ugye ellene menni, tehát nem tudjuk átírni a tábori programot, így hát azért kénytelenek vagyunk egészen későig dolgozni, de ugye ez az áldozat, amit a srácok meghoznak, és azok, akik már régi táborozók is tudják ezt, azok kőkeményen mennek bele az éjszakai próbába. Úgyhogy ilyenkor próbáljuk meggyőzni a kezdőket, akik újonnan érkeznek, hogy érdemes végig küzdeni ezt, mert ami szombaton történik, az pedig pótolhatatlan és utánozhatatlan élmény. A szakmai órákon kívül a táborban szoros barátságok is köttetnek. A fiatalok elmondása szerint senki nem marad magára. A hely és a környezet befogadó és elfogadó. Ez volt az első benyomás, hogy jelképesen megfogták a kezemet, és ebbe a világba bevezettek. Én egyébként aggódtam, hogy hát most én vagyok az egyedüli, aki nem volt senki, nem volt kapaszkodási pont. De oda jöttek, és nyíltan, és beszéltek, és nevettünk, és jó volt, és együtt voltunk, és ez ami hiányzik az életből. Nem minden táborozóból válik előadó művész. Mégis nagyon büszkék arra, hogy innen a táborból sokan kerültek ki olyanok, akik a művészpályán maradtak, és nyertek felvételt színművészeti egyetemekre. Kerekes 70 címmel nyílt kiállítás Nyíregyházán a Pál Gyula teremben, Kerekes Elek Győző önálló kiállítása születésének 70. évfordulója okán szerveződött. A tárlatot Verebes György festőművész nyitotta meg, az esemény zenei közreműködője pedig Olajos Gábor gitárművész volt. Kerekes Elek már olyannyira része Nyíregyháza belvárosának, mint az általa megfestett Kródi szobor. A bemutatott tárlat a színes palettán vonultatja fel a festőművész alkotásait. Verebes György festőművész barátsága legalább 35 éve kíséri Kerekes Elek Győző életét és művészi pályáját. Közelről ismeri az embert, és figyelemmel követi a művészetét befolyásoló hatásokat. Az ő személyisége az stabil, a különféle művészi arcaival pedig különféle formák felé fordul, de ezeknek a tengelyében ugyanaz a művész áll. Tehát a látszólagos sokszínűség az valóban csak látszólagos, mert az átélésnek a mélysége, a lényegiség mindezek mögött az ugyanaz, és ez az övé, ez Kerekes Elek.
Kerekes Elek a kerek évszám ellenére, vagy épp amiatt is friss és energiákkal telve keresi az élet megfesthető érzéseit, szépségeit. Verebes György arról is beszélt, hogyan alakult Elek művészete a 70. életévhez közeledve. A művészeknek nem mindegyike, a művészek egy része képes arra, hogy az idő előre haladtával annyi bölcsességet gyűjtsön magába, hogy a kifelé történő megnyilvánulásairól le tudja fejteni a fölösleget. És a gesztusrendszere egyre tisztábbá válik, adott esetben a színei fölfrissülnek, és én az ő legfrissebb művein pontosan ezt látom. És ez egy olyan üdvözlendő dolog, amit az ember mindig örömmel lát, hogy valóban az embert a testi ereje idővel elhagyja, ezt mindannyian átéljük, de a szellemnek a frissessége az ettől függetlenül megmaradhat, sőt, talán éppen ennek a testi, az elmúlásnak a közelettéből táplálkozhat a szellem, és válhat egyre frissebbé, frissebbé, és adhat útmutatást a következő generációk számára. A festő népszerűségét és a nyíregyházi művészközösségben betöltött helyét mi sem tükrözi jobban, hogy a megnyitó helyszínén már alig maradt hely a később érkezőknek. A 70 alkotást számláló tárlat a Pál Gyula teremben és a Városi Galériában tekinthető meg július 29-ig. Lejátszotta első felkészülési meccsét Ausztriában a kisvárdai futballcsapat, Milos Kuscsics együttese Grazban a török Galatasaray ellen lépett pályára, és 2-0-ás vereséget szenvedett. A kisvárda csütörtökön a szerb Topolyai SC-vel játszik. Hét érmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái a 128. felnőtt magyar bajnokságon, Tóth Balázs súlylökésben, Szikszai Róbert diszkoszvetésben, Boros Bence 100 méteren, Helebrant Máté pedig az 5 kilométeres gyaloglásban végzett az élen. A diszkoszvető Kerekes Dóra és a 800-as K. Szabó Gabriella második lett, a hármasugró Nyisztor Petra pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. 4 aranyérem az asztalon, ennyivel tértek haza a nyíregyházi atléták az országos bajnokságról, amelyet Budapesten az augusztusi világbajnokságnak otthont adó stadionban rendeztek meg. Ez realitás, de ha minden összejött volna, nem lettek volna megbetegedések a verseny előtti időszakban, akkor akár ez 7 arany is lehetett volna. De hát örülünk ennek is, hiszen mi egy vidéki egyesület vagyunk, és ez a 4 aranyérem, ez azt mondom, hogy csodálatos. Nem sok nagyobb, tőlünk nagyobb egyesület szerzett több aranyérmet. Már maga a verseny is a világbajnokság jegyében egy tesztverseny volt tulajdonképpen a magyar bajnokság, tehát ugyanúgy készültek a versenyzők a bemelegítő pályán, ugyanúgy elektromos autókkal hozták be őket a stadionba, a korrumba, és hát maga a verseny hangulata is jó volt, hiszen a szervezők mindent megtettek azért, hogy ez egy jó hangulatú verseny legyen, és hála Istennek voltak nézők is. Én úgy olvastam, hogy több mint 5000 néző volt kint, főleg a szombati napon, és hát egyes versenyszámoknál jó hangulatot teremtettek. Szikszai Róbert egy sérülés után lépett dobókörbe, és végül 59 méter, 59 centiméteres eredménnyel végzett az első helyen. A helyezés, ennek mindenféleképpen örülünk, hogy a magyar bajnokságot megnyerni azért az nagy dolog. Az ellenfelem, aki van egy fradis srác, őt sajnos ez volt az idei első versenye, őt talán műtötték is márciusban, hogyha jól tudom, tehát igazából hogy ellenfél nélkül 5 méterre tudtam így is nyerni. Jobb lett volna, hogyha van egy húzóerő, és akkor egy jó versenyt csinálunk. A férfiak 100 méteres síkfutásában 10-50-es idővel Boros Bence szerezte meg az aranyérmet. Érett már bennem ez az érzés, számítottam rá egy picit, de nem gondoltunk semmire, hiszen hosszú sérülésből épültem fel, úgyhogy a váltó volt a legfontosabb, amire koncentráltunk. Nem mondom, hogy ez egy plusz. A utolsó 1-2 hétben már pedzegettük, hogy jó lenne megnyerni, benne van, de amikor ott voltam, akkor tudtam, hogy ezt be kell húzni, hiszen voltam olyan állapotban, formában, és a mentális egészségem is úgy van, hogy képes voltam rá, hát elhittem.
Tóth Balázs az előző három bajnokság győzteseként utazott Budapestre, és 18 méter 5 cm-es dobással sorozatban negyedszer lett bajnok. Természetesen ez volt a cél, még meg minél nagyobb eredmény lett volna a cél, viszont ugye egy 18-05-ös lökéssel sikerült nyerni. Meg vagyok elégedve ezzel az eredménnyel, hiszen egy betegségből felépülve indultunk el a versenyen. Mellettük még a gyalogló Hellebrandt Máté szerzett aranyérmet az 5 kilométeres távon. Szikszai Róbert és Tóth Balázs a jövő héten a Gyulai Emlékversenyen indul. A szintén nyíregyházi középtáv futó Kászabó Gabriella pedig már el is utazott a finnországi 23-as Európa-bajnokságra. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Megkezdődött a búza aratása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a várakozások szerint a két évvel ezelőtti rekordtermés is megdől idén. A problémát a betakarított búza eladhatósága jelenti, az ukrán gabona ugyanis letörte az árakat, és kevés a vevő is a magyar terményre, ennek változásában bíznak a gazdák. Naptej, sebtapasz, fájdalom, csillapító, allergia elleni gyógyszer, többek között ezeket érdemes bekészíteni az úti patikába és magunkkal vinni a nyaralásra. Különösen igaz ez a külföldi utazásra, hiszen ha valami kimarad, csak nehezen és jóval drágábban lehet beszerezni az adott terméket. 4 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a 128. atlétikai magyar bajnokságon. A diszkoszvető Szikszai Róbert, a súlylökő Tóth Balázs, a gyalogló Hellebrandt Máté és a sprinter Boros Bence a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A diszkoszvető Kerekes Dóra és a 800-as K. Szabó Gabriella második lett, a 3-as ugró Nyisztor Petra pedig a 3. helyen végzett. Július 11-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán napközben fátyol felhők mellett erőteljes gomoly felhő képződésre, de ezzel együtt is sok napsütésre van kilátás. Elszórtan nagyobb valószínűséggel az ország északi-északkeleti felén fordul elő zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 30-34 fok között valószínű.